Ebben a videóban bemutatok egy online és ingyenes Red Hat Linux gyakorló környezetet, amelyben kipróbálhatod a téged érdeklő parancsokat és beállításokat. Ennek a környezetnek, a, a webes környezetnek a, az elérhetőségét azt bemásoltam a videónak a leírásába. hogy egyből át is megyek erre a környezetre. Itt kiír egy pár dolgot, hogy mit kell tudni erről a környezetről. Nem lesznek benne extra parancsok vagy extra feladatok, 30 percig fog futni ez a környezet, 30 perc után pedig automatikusan megszűnik. Úgyhogy ha valaki elkezd gyakorolni, vagy programokat írogatni, skripteket kipróbálgatni, akkor erre számítania kell, hogy 30 perc után ez figyelmeztetés nélkül ez a sandbox környezet ez meg fog szűnni. És rámentem a startra, itt egyből kaptam is egy konzolt, és felnegyítom, megpróbálom felnagyítani ezt a, ezt a konzolt, hogy jobban lehessen látni. Itt talán, talán egy fokkal jobb. Mindenféle Linux parancsot ki lehet próbálni, egyben meg tudjuk nézni, hogy igazából mi is ez a rendszer, amit futunk, vagy mi ez a rendszer, amit futtatunk. Ez egy 8.4-es Red Hat Linux. Repozitorik is be vannak állítva. Szabadon lehet gyakorolni. E, ami a gyakorláskor sokszor nehézséget okoz, hogy, hogy, hogyan kell a rendszerekhez diszkeket csatlakoztatni, kipróbálni, ugye a is előfordul, hogy sőt mindig biztos lehet az ember benne, hogy fájrendszereket kell létrehozni, azokat csatolni kell. A Red Hat 8 már VDO és Stratis is szerepel, azt is jó lenne kipróbálni, vagy akár szoftverrédet. Viszont ehhez a gyakorló rendszerhez nincsen hozzáférésünk virtuális gép szinten, tehát nem tudunk új diszkeket hozzá csatlakoztatni, viszont van egy régi trükk, amivel ezt meg lehet oldani, hogy létrehozunk, létre lehet hozni a loopback device-on keresztül block device -okat. Most ehhez először is létre kell hozni egy bináris fájt, de legegyszerűbb a DD parancsal, ez a, egy nullával fogja feltölteni, a root fájrendszerben fáj nulla lesz a neve 1 megabajtos block Megnézem, hogy el is készült-e ez a fán, nyilván elkészült. Itt, itt, látszik, hogy itt van ez a fájl, egy gigabyte, egy gigabajtos méretben itt rendelkezésre is áll. Meg leellenőrizhetem, hogy vajon be van-e töltve a a loopback device-ot kezelő modul, kernel modul, ha nincs betöltve, akkor ilyenkor betölti, és uh, még egyszer mutatok egy lsblk kimenetet. Itt látszik, hogy uh, milyen diszkeink vannak. Itt még nincsen loopback device-unk. Ha beírom ezt a parancsot, akkor uh, utána újra megnézem lsblk-val, akkor itt látható, hogy itt van egy loop01-es device-unk, egy gigabájtal. Úgyhogy ez egy rendes block device, akit hmm. aként kezeli a rendszer, mindenfélét lehet rá telepíteni és találni. Most először is feltelepítem a mégis valami érdekeset mutassak a Stratis Stratis, illetve a Stratis D-t és a Stratis c itt meg a, és annak a előkövetelményeit, vagy dependenciáit, amiket fel, felhúz még library-ket szépen mindent föltelepített, és akkor el is indítom a, a Stratiszt. Gyere el, 8 vagy gyakorlatilag ez már így működik, hogy ha beírom, hogy enéből, akkor ugye reboot biztos lesz, hogyha náut, akkor egyből el is indítja. Úgyhogy nem is, nem is, vesztegetem az időt, hanem egyből ki is adok egy Stratis parancsot a, ha meg lehet nézni a ennek a Stratisnak, igazából úgy fog most fölépülni ez a történet, hogy először létrehozok egy, egy pult, gyakorlatilag egy pult hoz létre a loop device-on, és utána ebből a poolból fogok aztán tudni gazdálkodni. A Stratis pool list egyből ki is egyből kísírja, hogy van egy, van egy pool nullánk, nagyjából egy, egy giga a mérete, van neki egy UUID-ja is, mint minden rendes e, ilyen device nak ami, ami ilyenkor elkészül, és akkor gyakorlatilag egyből erre tudok is készíteni egy e, egy fájlrendszert, ugye a pool01-re létrehoz egy fájlrendszert. És akkor a, a kilistáztatom utána a, a straticos fájlrendszereimet, akkor uh, látható, hogy, hogy, van is már egy van is már egy uh, 546 megabajtot már egyből el is használt, azért egy gigás block t hoztam létre, mert annál kisebb Stratisnak uh, nem nagyon lehet, vagy nem tudom, hogy lehet, de biztos, hogy nem érdemes adni. És akkor utána az lsb újra listáztatva, hogy újra megnézve látható, hogy, hogy itt aztán van most már mindenféle dolog. Itt e, elárasztotta a képernyőt a Stratisnak a különböző részei. Elég komplikált rendszer ez a Stratis, vagy hát inkább komplex, meg komplikált is. E, érdemes utána nézni, ha valaki esetleg még nem ismerkedett meg vele. Most már, hogy elvileg van egy, van egy fájrendszerem, amit létrehozott a Stratis, ezt egyből le is formázza ilyenkor, és kipróbálom, hogy hogy tudom felmontolni. Igazából ez a hagyományos Módszer, itt már nincsen semmi extra, ez a régi Linux rendszerekben 20 éve is így van. Létrehoztam egy könyvtárat, és akkor felmontoltam rá ezt a Stratis device-t, ami a POO-01FS0 volt, és gyakorlatilag ha nyomok rá egy DFH-t, vagy mondjuk legyen ez T, vagy HPT-vel, akkor itt a gyakorlatilag látható, hogy hogy, 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 amit akartam mutatni, hogy el is készült, föl is mantolta, vagy fel kellett, hogy mantolja a, a könyvtárat. Igen, itt van legalul. Persze. Ez egy XFS rendszer is. Egy terabájtos lett. És ez egy érdekes kérdés, hogy hogy lett egy terabájtos, amikor egy gigabájtos blog device adtam meg neki. Nyilván ugye szimprovision is tud a, a, a Stratis, és akkor gyakorlatilag, hogyha erre tudok most már fájlokat létrehozni, uh, most bemegyek ide, akkor, akkor létre fognak jönni fájlok. -ok. Nyilván, hogyha pár száz megánál többet ráírok, akkor utána itt mindenféle hibák fognak történni, hogy ezt külön kell ilyenkor monitorozni. Uh, gyakorlatilag ennyi. És akkor, hogyha az ember le akarja bontani ezt a környezetet, nem akarja így itt hagyni, akkor ezt visszafelé úgy lehet megcsinálni, hogy a könyvtárat letörlöm, utána disztrojolom ezt a nullás a, nullás efest, és utána pedig disztrojolom a magát a pult is a megfelelő Stratis parancsal. E, hogyha a Lubeck device is e, e, vissza állítani így az eredetire, akkor e, gyakorlatilag annyi a feladat, hogy törölni kell a devloop nullának a párosítását ezzel a fájlal, ez gyakorlatilag így megtörténik, meg hogyha most egy írok, ki listázok egy lsblk akkor gyakorlatilag visszaállt az az eredeti Uh, blog device setup, amit, amit, amit ugye az legelején a feladatnak mutattam a bútoláskor, és hogyha tél, vég, végképp el akarok magam után takarítani, akkor még ezt a fájt is egy eremmel le lehet törölni. És megkérdezi, hogy biztos törlöm, igen. Úgyhogy ennyi volt ez a feladat. Jó gyakorlást, jó tanulást.